10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videóhoz, ahol megint itt van velem két csodálatos férfi példány. Sziasztok! Szavi és Patrik. Hi! És ebben a videóban sörkóstolást fogunk játszani. A Csiki Sörtől kaptunk söröket, nagyon szépen köszönjük, és ezeket fogjuk hát elvileg felismerni bekötött szemmel kóstolás alapján. Annyi probléma van egyébként az egész történetben, hogy a két fiúval ellentétben én nem is szeretem igazán a sört, és gluténérzékeny is vagyok, úgyhogy ez egy nagyon izgi kör lesz, viszont ők szakértők. Ti melyiket kóstoltátok már eddig? Mert én például az áfonyásat még nem, a székely sört azt igen, de a csíki simát nem. Voltunk egyébként ma gyárlátogatáson, és hát ott azért kóstoltunk egy párat. Azt hiszem, hogy az áfonya kimaradt. Talán csak a Dominik kóstolta azt meg amúgy. És... én sem. Te se? Szerintem az áfonyán kívül egyébként mindent kóstoltunk, itt nézek mindenki én másra is. Szerintem igen. Közben. De ennek ellenére én valahogy úgy érzem, hogy a lehetetlent vállaltam be. Hát az lehet. Úgy fog menni egyébként a menet, hogy szokásosan Németh Bálint lesz a játékmesterünk. Cső! Köszönjük szépen. Szia. És mi be fogjuk kötni a szemünket a csapatkendőinkkel, és onnantól kezdve egész végig rajtunk lesz, tehát a menetről nem fogunk semmit látni. Mindegyik versenyző különféle sört fog kapni minden körbe, így nem lesz igazából kavar a kóstolásnál. Hát nem lehet csalni konkrétan, tehát nem az, hogy valaki már tudja a helyes megfejtést, és akkor te ugyanazt kaptad, egyértelműen mindenki más fog kapni. Még mielőtt elkezdenénk, gyorsan elmondanám, hogy van két ízesített sörünk, az egyik áfonya, a másik pedig málna. Van egy barna sörünk, van egy krém sörünk, és két világos. Jelentsen ez bármit is. Sajnos. Nos, köszönjük szépen Rebeka ezt a felvezetést. A feladatokat úgy fogjuk jegyzetelni, hogy minden párosnak a másik tagja a kamerán kívül telefonban jegyzeteli, hogy milyen sört kapott az ő kedves társa, és hogy abból mit talált el. Amint megkóstolták a sört, mindenki bemondja a sajátját, hogy mit ivott, az fölírja a társa, aki tudni fogja, hogy ezt eltalálta vagy sem, és a végén majd lerántjuk a leplet, és egyesítjük és összedjük a pontokat. Ahányat eltaláltatok, annyi pontot fogtok kapni, úgyhogy... mi annyit kapunk. Igen, ahányat eltaláltatok. De és akkor összesítve a legvégén hány pontot nyer a nyertes. Én azt gondolom, hogy simán szó lehet arról, hogy mindegyik egy-egy pontot ért, mindegyik eltalált sör. Tényleg, az nagyon sok. Fogad? Mhm. Úristen, én már most elfelejtettem, hogy ilyen sörök voltak. Össze kicsit én is izgulom. Tehát, kiosztottuk az első kört. Rebeka, hiszen egy igazi nő csiki sört iszik, ezért rád bíznám, hogy az első sört kóstold meg, úgyhogy illatát, nem hiszem el, komolyan ízét, és mondd el, mit érzel, és akkor várjuk az első sör vállat. Illata van, kezdjük azzal. Hát ez meglepő. Én nagyon izgulok. Nagyon nyugodtan, ne siessd el szívem. Én is izgulok. Te is izgulsz, Szabi? Igen, nem értem miért. Ez a te hangod? Igen. Jó. Rebeka, ez a kedvenced, látom. Sör? Jó, felírtam. Ízzad a kezem. Nekem is. Könnyű, nehéz? Hogy tudnád leírni? Kartos murcis? Keserű. Végtelenül a csengés az izéje? Keserű és kicsit erős, de nem olyan nagyon. Tehát nem a... nem is tudom melyik, amelyik magas százaléktartalmú. Nem tudom, hogy ez melyik volt, de nem ez. Ez olyan... legyen mondjuk... 4 hetes? Hát nem tudom, én székely sört vetik velem talán. Jó, akkor ezt felírhatjuk? Írhatom? Írjad. Rendben. Felírtam. Royal Szabi a következő. Hi. Hi. Én még nem kóstoltam ezt sem, de hát ez az a indiai tökli. Nagyon hasonlít az íze a banánra, de még azt sem kóstoltam. Ez a japán Red Bull. Na, kestol? Mehet. Kestolhatom? Ez na, igen. Illatra, ez biztos, hogy egy gyümölcsös sör. Ö,
Ez 100% biztos vagyok benne. Ugyanis egy nagyon erős íze van. És pont amikor elindultam, reggeli tartalma volt ez a gyümölcs. Még azért szaglászom, ízlegetem, gondolkozom. Én érzem az illatát. Szabinak vagy a sörnek? Szabinak szagát mondtam. Ötletetek volna többet is. Na Szabi? Ez lesz az csiki áfonyás. Jó, köszönjük szépen. Dominik felírta, és akkor Patrik emelt poharad. Isten, Isten. Egészség. Egészség. Nézd a szememben, te hogy a kocintasz. Úgy van. Na nézzük. Hát ez érdekes illata van. Egy picit már azt is felírjuk, hogy mindent felírjuk? Azt írják, csak hogy mit mondod. Igen. Persze, az is érdekes illata. Na, kommentáljad, légy szíves. Jó, valószínűleg. Na, hát ez. Kérlek, jellemezd. Merész tippjeim szerint csíki barna sör. Köszönjük szépen. Elveszem előletek a poharakat. Nyújts ki a kezedet. Nyújts ki. Mi lenne, ha kaphatnék egy felvételt? Jó. Markó Rebeka. Köszi. Nem van, jó állat nekem. Fordítsd így a sokkal. És Kérlek, jellemezd ezeket a szavakat. Ez is egy gyümölcs, szerintem megkaptam a másik gyümölcsöt, csak az a baj, hogy lehet, hogy ezt most megkóstolom, és el fogok jönni, hogy ez pont ez az áfonyás, és nem ez a vadmá. Na pörögjé, az pörögjé, nem az. Nos? Lehet, hogy elrontottam. Az előző dolgot, ez egy gyümölcsös, és ez a csiki vadmánás. Hát, akkor írjuk ezt föl. Emeld a szádhoz, és kérlek jellemezd annak ízvilágát, lecsengését, majd mondd ki az általa tippelt sör nevét. Sör. Nevét, igen. Sör név. Hát ennek nagyon nem érzek semmit. Csak sör illata van. Pattanásig feszül a szituáció. És most közjelzőjelenlétében. Hogy mit csinálsz? Közjelző jelenlétében rögzíteni fogjuk Patrik válaszát. Mi szerint ez a sör egy? Pillanatot vársz. Egy pillanatot vársz fel. Még lecseng a nyelvének hátulján. Lehet, a komló és a maláta keveréke. Lehet, hogy ez egy végtelen lecsengésű. Kartos burc is. Nos? Ez kérlek szépen egy szűrt fajtája a csiki sörnek. Igen. Folytassuk. Remek. Elindul valami. Mit folytassam? Hát meg kellene mondani egy nevet. Hogy írjuk fel, hogy csiki szűrt. Csíki széke, ha jól sejtem egyébként, sör, a szűretlen az nincs is most játékban, vagy... Ezt igen, ezt alákérünk, nincs szűretlen. Ezért jár egy pont. Széke, csíki sör. Akkor elnézést kérek, széke, rögzítettük. Nos, Rebeka, amíg Royal Szabi meghal a rögéstől melletted, addig kérlek... Azt tették ki keset! Figyeljünk kérlek versenyző társunkra, és várjuk meg... Emlékezetem szerint, valamiért úgy emlékszem, hogy a krémes volt ilyen... Ilyen valamilyen. Nem tudom megmondani, hogy milyen, de nem olyan erős az íze, hanem olyan krémes. Azt tehát? Hiszem, a krém sör. Köszönjük szépen. Szabikám, kis kezedet nyújtsd magad elé. Ugyanaz a véleményem, mint az előzelőttiről, hogy nincsen illata. Akkor miért szagolhatod? Hát mert... Nem mindegy. Ne haragudj, de most... A csapattársak hogy... fontos segítséget tudnak nyújtani hogy a versenyzőnek. Miért szagolgatod? Nos, akkor... Székelysör. De nem mondjátok, ki mondta? Igen, de nem, ki mondta? Jó, oké, okay. Felírtuk. Próbáltam egyébként arra menni, hogy a százalékokat megjegyezzem, és ez biztos, hogy a mána, a vadmána, mert nagyon-nagyon alacsony az alkoholtartalma. És nagyon vad is mellette. Biztos vadmánának hívják, mert én is vagyok benne biztos. Igen, fix. Akkor... Igen, 1-2-es az alkoholtartalma. Akkor Bence, rögzítetted? Igen. Közjegyző jelenlétében. Dr. Molnár Szabolcs, alias Royal Szabi, a következő. Köszönöm szépen a művészemet. Isten, Isten. Ez egy teljesen sima sör lesz, tehát egy világos sörről beszélünk. A habját nem látom, de biztos az is nagyon jó. Vár, most már azért áll itt az asztalon egy picit, úgyhogy... Középkemény. Középkemény, na, kóstolok. Gyűrűcik. Zsibbad a nyakam. Na igen, mostantól kezdődik a nehéz dolog, mert még a barna sört azt megmondom,
De hogy aztán ez a három sör, ugye van a székely, a csiki és a... Tehát a sima csiki... Csiki? Mi van? Ugye van a krémsörünk, és tehát az a baj, hogy már áll az asztal egy picit. És a krémsört azt tudom, hogy miből tudnám megállapítani, de ezt most így nem várjál. Nagyon várunk. Nekem a válaszom az, hogy ez lesz a csiki székelysör. Fölírtuk. Gondold el, hogy hátulról így följön egy ilyen fény, egy ilyen vízió. Mondjuk Eurovízió. És ott áll Paja Bea. És ott áll Paja Bea, és Mező Misi a közös gyerekükkel, és fogják ezt a sört a kezükbe. És háttérbe Totóval a föld anyja. És Totóval azt mondja, hogy fiam, neked, meg kell ezt innod. Egyszer csak... Nos, halljuk a választ. Hítesó. És azt mondja, hítesó. Szerintem ez a csiki krémsör lesz. És azt mondja, és mit mondtam rá? Mondd meg te. Te mondtál. Fúj, ez víz. Kell még lennie egy simának, meg egy ízesítettnek, az áfonyának. Most kérném a segítséget, amikor elmondja Bence, hogy miket tippeltem már. Székelysör, csiki krémsör, vadmálna, csiki barna. Akkor van még egy... Azt mondhatjuk, tudhatják. A csikisör. Az. Akkor szerintem ez felírtam. Az. Felekortyol, letesz és kimond. 4,7%-os csíki jégáfonya van a kezünk közt. Az igen! Bármi is legyen az. Na! Tegyük fel a pontot a íre, a csikire. Ez inkább kellemetlen volt, mint vicces. Ez ilyen... ilyen 90-es évek. Ez ilyen 90-es évek. Ezt kérlek szépen. Krém. Krém. Sör. Felírtuk? Csíki krém sör. Azt hiszem így van a neve. Igen. Tehát, hogy tudom, hogy mi volt a hibám. Most azt beleállunk, hogy mi volt a hibám? Nem tudom korrigálni. Tehát az a lényeg ennek az egésznek, hogy... Tehát a krém sört már egyszer mondtam, de ez a krém sörünk, és a, amit kihagytam, az volt a csiki. Az, amire azt mondtam, hogy... Azt mondtam, hogy krém sör. Tehát akkor mi a válasz most? Ez a krémsör. Jó. Rögzítettük közjegyző jelenlétében. Parancsolj. Remek a... Jó. Na azért... Tehát hülyeséget ne hitessetek velem. Parancsolj. Nos. Patrik. Annyit kérnénk, hogy egyszerre mindenki fogja a poharát, igyon bele és tegyel és mondja ki mi van benne. Mehet. Mehet. Sutty. Patrik, sutty. Guanara. Tiszta pálika. Rebeka! Tea. Kóstoljuk meg. Én nem, beleségek kóstolom, ez kérek szépen. Ez a lila fogantyús üvegkancsóban lévő három darab cipa. Fölírtunk! Én meg szerintem beleségiszok. Én szerintem az a baj, hogy nekem adhatok a legnehezebbet, mert ez egy ilyen fura neve van ennek a gyümölcsnek. A lényeg az, hogy nagyon nagy fekete maguk vannak és zöld vagy sárga színű. Mi a neve? Mi van? Passion. Nem. Ez mi? Ingyen. Ezt még soha nem ittam. Ez az, ez passion fruit. Az én üdítőmet öntötted ki neki. Akkor passion fruit, ezt is felírtuk, kapjátok le. Passion, passion, ővel, passion. Ez az. Jó reggelt, neveltet Szabi, te is. Ugye mondtam, hogy a teánk. Köszönjük szépen a kóstolást, igen, ez egy bónuszkör volt. Ki öntötted neki az üdítőmet? Hozunk mi? És tessék, vissza is érkeztünk kommentátor kollégámmal, Németh Bálint, szervusz Bálint! Szervusz, hogy vagy? Egy elképesztően izgalmas kóstoláson vagyunk túl. Biztos. Hogy látod, milyenek voltak a versenyzők? Hát mindenképpen egy nagyon izgalmas videónak lehetünk a szemtanúi. Rebeka nagyon hasított, Patrik megpróbálta kitalálni, és Szabi ki is találta, nyilván a Patrikért. Én nagyon élveztem, és te Bálint? Én is, úgyhogy ne is nagyon járjon tovább a szánk, hanem kérdezzük meg a további versenyzők. Na, Dominik, hány pont? Három pont! Markó, Rebeka! Rebeka, mindent találtál! Hey! És László, Patrik! Ezzel azt jelenti, Németh Bálint kollégámnak mondanám, hogy Rebeka és Patrik egy fejfej mellett. Négyet eltaláltam? Igen, négyet. Négy, azaz négyet. A krim, 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 a krim,
Tehát, 4, 4, 3. A sört és a krémet kevertet össze, remek. A csiki. De viszont a székely krém és a csikit kevertet össze. Úgyhogy ezzel az eredménnyel együtt nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha többit nem láttátok még, akkor azokat is csekkoljátok le, mindet megtaláljátok a csatornán. Kövessétek a Brodát, Instán is és YouTube-on is, illetve a tagokat is ugyanígy. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőjükat, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a fiúkkal együtt, hogy megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Csúcsú!